Köszöntöm a nézőket! Szombat éjfélig lehet leadni a felsőoktatási jelentkezéseket az e-felvételi rendszeren keresztül. Nagy döntés előtt állnak a fiatalok, hogy mi szükséges a sikeres felvételihez és milyen lehetőségek vannak itt a városban. Erről tájékozódhatnak a mai esti mérlekben. Maradjanak velünk! Már csak néhány nap a határidőig, február 15-én éjfélig van lehetőség jelentkezni a szeptemberben induló alap- és mesterképzésekre, a felsőoktatási szakképzésekre. A felvételizők 6 helyet jelölhetnek meg az e-felvételi rendszerben. A mostani 12-esek közül sokan nem idén, hanem már évekkel ezelőtt eldöntötték, hogy milyen irányban szeretnének tovább tanulni. Voltak kétségeim, és elég hosszú döntéssorozat előtt jártam, de most már biztos vagyok benne, hogy elsőként az ELTE-nek a programtervező informatikus szakát jelölöm meg. Második, harmadikat még nem tudok, az valószínűleg valami olyasmi lesz, ahol nem akkora a kiesési ráta, meg a pontszám se olyan magas, és akkor oda könnyebben bekerülök, ha véletlenül nem vennének fel az ELTE-re. Hogyan választottad ki az intézményt és a szakot, amit szeretnél tovább tanulni, és egészen pontosan mikor döntötted el, hogy mondjuk ebbe az irányba indulsz? Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon régóta az informatika az elsődleges. Gondolkoztam a matematikusi pályán, de úgy döntöttem, hogy az informatika egy biztosabb alap. Tudok onnan is szakosodni elég sokféle irányba, például ugye mesterséges intelligencia. Hogy az ELTE-t mikor döntöttem el, hogy oda megyek? Nagyon jó kérdés, nem tudom. Az volt a lényeg, hogy egy erős egyetem legyen, ahonnan tudok kimenni akár külföldre tanulni, mesterképzésre, és hogy mégis az, hogy egy olyan diplomám legyen, amivel könnyen felvesznek a cégek. Hogyan tudsz készülni a felvételire? Mi az, amin már túl vagy esetleg, amit már sikerült megszerezned? Hát 8. elejétől én bejártam informatika faktra, és így 10. megcsináltam a közepet, 11. az emelt informatika érettségét. Jelenleg csak a matematika emelt érettségre készülök, másik 2 a történelem, meg a magyar van még vissza, az már nem számít sokat. Mit lehet tudni egyébként az ELTE-nek erről a szakáról, mennyire magasak a pontszámok? Egy ilyen 380-90 volt tavaly, most lehet, hogy fog nőni egy 10-essel, tehát ilyen 400 pont. Szerintem nem egy irreális, elérhetetlen dolog. Én úgy gondolom, hogy meg lehet, tehát van rá reális esélyem. A felvételihez nagy segítséget nyújt a diákok számára az az oktatási intézmény, ahol jelenleg tanulnak. A legtöbben mindent megtesznek azért, hogy bekerüljenek az adott egyetemre. Én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre szeretnék felvételizni, a jogi karára, és már egy ilyen jó 3 éve döntöttem, hogy a jogi pályán fogom majd folytatni az életemet, és oda szeretnék majd felvételizni. Miért választottad ezt? Mert a történelem az alapban mondjuk nagyon közel áll hozzád, vagy hogyan döntötted el azt, hogy ebbe az irányba szeretnél menni? Nálam már a 8. felvételinél kiderült, hogy humán beállítottságú vagyok, és a történelem természetesen nagyon közel áll a szívemhez, és nagyon szeretem, meg a magyart is, úgyhogy emiatt döntöttem így. Mit tettél eddig a sikeres felvételiért? Hogyan készülsz a felvételire? Már 2 C1-es nyelvvizsgát is letettem angolból és németből, és németből már emelten is érettségiztem 5-ösre, illetve érettségiztem ugye angolból és németből középszinten 5-ösre szintén. Mekkora segítséget ad ez az iskola ahhoz, hogy felkészüljél? Vannak-e fakultációk, amikkel részt vehetsz? Szerintem az alapórák is nagyon hasznosak ahhoz, hogy fölkészüljünk az érettségire. Természetesen a fakultáció elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeres érettségit tegyünk. És hát persze az emelt érettségire is kell készülni, ki itt az iskolában, ki külön tanárra, aki mind a kettővel próbál felkészülni rá. A felvételi előkészítők fakultációk 10. osztályban indulnak, heti 2-szer kapnak ezek keretében oktatást a fiatalok. Az iskolánk igyekszik a tanulókat megfelelő irányú továbbtanulásra ösztönözni egyrészt, másrészt pedig tudatosítani bennük, hogy a munkanélkül nincsen eredmény. Mindamellett fölhívjuk a figyelmüket arra, hogy az adott a rendszer adott lehetőségeit ismerjék meg, és próbálják a számukra legkedvezőbb megoldásokat megtalálni, tehát hogy az adott munkabefektetés mellett a lehető legoptimálisabb eredményeket érjék el.
Ehhez kapcsolódóan ösztönözzük őket a nyelvvizsgákra is, mert az a jelentős pluszpont tehető. Ezen kívül az iskola fölvállalta szinte minden tantárgyból, vagy talán minden tantárgyból emelt szintű felvételű előkészítőnek a megtartását, amely foglalkozásokon célirányos feladatok végzésével készítjük a tanulóinkat a felvételi vizsgára, tehát nyilván előző évek felvételi feladatainak a gyakorlásával, a tananyag megfelelő szintű elmélyítésével, és az adott tárgynak az emelt szintű érettségén megjelenő gyakorlatára való felkészítése, tehát a típus feladatokkal, a felvételin, különösen a szóbelin, de az írásbelin is, ugye az esszé feladatoknak, a szóbeli feladatoknak a felépítésével, ennek gyakoroltatásával igyekszünk a tanulókat segíteni. Ezen kívül ambicionáljuk náluk a versenyeken való részvételt, mert a különféle versenyek nem csak történelemből, hanem más tantárgyakból is bizonyos területeken olyan mélységben ismertetik meg az adott területet a tanulókkal, amelyek az egész teljesítményükre kihatnak, és hát gyakorolják a versenyzést, a vizsgázást, a szóbeliséget, a mások előtt való fellépést, amelyek elősegítik azt, hogy tanul. Ezek szerintem elég erőteljesen segítik a tanulóinkat abban, hogy sikeres vizsgákat tegyenek, és sikeres felvételi eredményeket hozzanak majd. Ezek a fakultációk hányadik osztályban indulnak, és heti hány órát jelentenek elfoglaltságban? A fakultációk, vagy ahogyan hivatalosan nevezik, emelt szintű érettségi előkészítők 11. osztálytól indulnak, és heti 2 órát foglalnak magukba. Van, előfordul, hogy kollégák gyakorlatilag ingyen és bérmentve legtöbbször még egy órát beiktatnak, illetve ez általában a tanulóknak, gyerekeknek a terhelhetőségétől és a meglévő erejüktől is függ, mert azért nagyon, nagyon erősen le vannak terhelve a gyerekek a iskolai munkájukkal. Egy diák egyébként hány fakultációt választhat? Egyet mindenképpen szükséges választani? Én célszerűnek tartom, és szoktuk támogatni, hogy legalább egy fakultációt, de alapvetően 2 fakultációt tudnak választani a tanulók, mert az óraütközések miatt, miután a fakultációk egy időpontban, illetve 2 napjára esnek, emiatt 2 fakultációt tudnak választani, illetve a nyelvi fakultáció úgy van megszervezve, hogy oda is mehetnek a tanulók, úgyhogy vannak nagyon kiváló és teherbíró gyerekeink, akik 3 fakultációt is választanak, és ugye szépen teljesítenek mind a 3 területen. Sok esetben a felvételihez nem csak a kiemelkedő, jó tanulmányi eredmény szükséges. Én a Magyar Táncművészeti Egyetemen szeretnék jövőre tovább tanulni, és igazából már mindig is erre a pályára készültem, remélem, hogy sikerülni fog. Mi minden szükséges ehhez az irányhoz, amiben te szeretnél majd elindulni a jövőben? Igazából a tánctehetség mindenképpen, nagyon sokszínű a felvételi, akár klasszikus balett, akár modern tánc terén, illetve én színházi táncos szakra szeretnék menni, ahol az énekhang is számít. Székesfehérváron 3 egyetem kínál szakokat a jelentkezőknek, nem feltétlenül kell tehát másik városban tovább tanulni a diákoknak. Székesfehérvár 3 egyeteme bő kínálattal várja a leendő hallgatókat. Az intézményekben duális képzés formájában is tanulhatnak a hallgatók, amely megadja a pályakezdéshez szükséges gyakorlatot, tapasztalatot. Jó Székesfehérváron élni, jó Székesfehérváron dolgozni, meg a városnak különleges hangulata van részben, pont a fiataloknak köszönhetően, úgyhogy minden fehérvári diákot arra biztatunk, aki a fehérvári középiskolákba jár a városból vagy a város környékéről, hogy maradjanak itthon, máshonnan pedig nagy szeretettel invitáljuk ide őket Székesfehérvárra. Másodszorban pedig egy nagyon korszerű, abszolút 21. századi tudást kapnak. Nagyon sok olyan területen, ahol különösen a duális képzésnek köszönhetően ez valóban egy nagyon gyakorlatorientált, rögtön használható tudásbázist biztosít mind a 3 egyetemünkön, tehát mind a Corvinus Székesfehérvári kampuszán, mind a Óbudai Egyetem Albarégi a Műszaki Karán, mind pedig a Kodolányi János Egyetemen. Én bízom benne, hogy sokan maradnak itthon, vagy sokan jönnek majd Fehérvárra, és folytatódik
az a tendencia az előző évekből, hogy évről évre nő a hallgatói létszám. Most már azokat a kollégiumokat is meg kell majd nyitnunk, amiket pár éve nem kellett használnunk felsőoktatásban, szerencsére úgy látszik, hogy az igény ezekre is jelentős. Tehát azt a célt, hogy legyen 3-4 ezer diák a felsőoktatásban Székesfehérváron, azt igenis úgy látom, reálisan pár év alatt el lehet érni. Remélem, hogy egy újabb komoly lépcsőfokot tudunk előrelépni most ebben az esztendőben is. Egy nagyon jó infrastruktúra várja az idejövő diákokat mindegyik egyetem vonatkozásában, és bízom benne, hogy nagyon jó fiatalos hangulat. Vannak olyan diákok, akik hát nem itt tanulnak majd tovább, viszont székesfehérvári lakosok. Őnekik van-e valamilyen fajta támogatási lehetőség a város részéről? Mi elsősorban azokat szeretnénk támogatni, akik itthon maradnak, vagy akik majd utána hazatérnek. Ez azt gondolom, hogy igazán a mi feladatunk, hiszen úgy gondolom, hogy talán ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy vonzerőt jelenthessünk a felsőoktatás tekintetében és a fiatalok irányába. Értelemszerűen ez ott tud megjelenni, ahol képzéseket ad a háromfehérvári egyetem. Vannak nyilván olyan szakok, karok, leendő, mondjuk úgy, hogy irányok egy-egy fiatal életében, amit ma a fehérvári felsőoktatás nem ad, onnan viszont nagy szeretettel várunk vissza mindenkit. Nagyon kedves volt, múltkor például egy fiatal azt mondta, hogy hát sajnos nincs orvosi Fehérváron, ezért ő elmegy, de utána vissza fog jönni, mert ő a Szent György Kórházba itt Székesfehérváron szeretne dolgozni. Az ilyen fiatalok meg fogják kapni a várostól a támogatást ösztöndíj formájában, később lakhatási formában egyaránt, és bízom benne, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy Fehérvárt választják, akár a tanulmányokra, akár pedig, hogy utána itt telepedjenek le. Bizonyos szakok népszerűek a diákok számára. A Kodolányi János Egyetemen például a közösségszervezés, a szociális munkás, az emberi erőforrás szakok vonzák a hallgatókat, és vannak olyan képzések is, amelyek speciálisan csak Székesfehérváron érhetőek el. Az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karán belül a mérnök informatikust tudnám említeni. Ugye az informatika az nagyon népszerű. Emellett unikális vagy országos beiskolázottsággal bír a földmérő és földrendező mérnök. Ha megyünk tovább a budai úton, a szomszédba, a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampuszán belül a gazdálkodás menedzsment és a pénzügy számvitel, vagy a turizmus vendéglátást is említhetnénk, és ami egyedülálló az országban, ugye ez a sportközgazdász mesterszak. És újdonság, gyakorlatilag, hogy a gazdálkodás menedzsment alapszaknak van egy sportközgazdász specializációja, szóval aki sportközgazdász irányon képzeli el a jövőjét, az gyakorlatilag az alapképzéstől kezdve meg tudja ezt tenni. Miben rejlik vajon ezeknek a szakoknak a népszerűsége? Mondhatjuk-e azt, hogy ezek a szakok így állandó népszerűséggel vannak jelen, vagy divat szakok inkább, tehát hogy ilyen ingadozó a létszám? Igen, ez mondhatjuk, hogy ingadozó, de mindig törekszünk ugye arra itt Fehérváron, hogy a munkaerőpiaci szereplőkkel közösen gondolkodva határozzuk meg, illetve jelezzük a felsőoktatási intézmények felé, hogy mik azok az igények, amelyekre ők megjelenhetnek a képzési kínálaton belül egy új alapszakkal, és ennek hatására a duális képzést említeném meg. Ez a képzési forma az, amely gyakorlatilag Fehérvárt egy duális fellegvárrá teszi, hogyha a duális hallgatói kapacitás helyek létszámát nézzük, az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Karán belül van 219 hallgatói hely, ahova várják a diákokat, a Corvinusnál 147, és a Kodolányinál is már meghaladta az 50 főt, úgyhogy én azt tudom mondani mindenkinek, hogy ez egy óriási lehetőség, hiszen a duális képzésben az egyetemi képzés, illetve a szakmai gyakorlati képzés, tehát a szakmai fejlődési lehetőség, az teljesen össze van illesztve. És ugye mindezt a cégek gyakorlatilag egy hallgatói munkaszerződés keretében díjazással is jutalmazzák. Úgyhogy erre mindenkit csak bátorítani tudok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, mert a hagyományos képzéshez képest rengeteg új dolgot, új technológiát ismerhetnek meg, szakmai fejlődési lehetőségeket is, ami nagyon fontos, napjainkban a puha készségek, tehát kommunikáció, kooperáció, kreativitás, projektmunka, szemlélet. Úgyhogy mindenkit csak ösztönözni tudok ebbe az irányba. A jelentkezéseket kizárólag az eljárás hivatalos honlapján a felvi.hu-n elérhető e-felvételi rendszerben adhatják le a továbbtanulni szándékozók szombat éjfélig.
Kedves nézőink, a mai esti mérlegben a felsőoktatási felvételikkel és a városi lehetőségekkel foglalkoztunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!